hátrahagyva, anyák és gyerekek egy egész életmunkáját hátizsákokba csomagolva érkeznek az ukrán-magyar határra. Egy napot töltöttünk velük a tiszabecsi melegedőben. 6 napja tart, de örökké valóságnak tűnik az orosz-ukrán konfliktus. Főleg azoknak, akiknek el kellett menekülniük az otthonaikból. Anyák és gyerekek érkeznek folyamatosan a tiszabecsi határ átkelő helyre, a biztonságuk reményében, apáik, fiaik és férjeik nélkül. Az ukrán férfiakat nem engedik ki az országból, kellenek a katonák. Szívszorító ez az egész. Könnyek nélkül nem is biztos, hogy végig fogják tudni nézni a most következő riportunkat. Egy vidéki melegedőben jártunk. A helyiek hozzáállása és segítő szándéka példamutató. Az elmenekült édesanyák, nagymamák és gyerekek helyzete viszont szívszaggató. Mindenki fél, mindenki meg van ijedve, a gyerekek is félnek, és ezért menekülünk. Síró gyerekektől és kétségbe esett anyák hangjától hangos a tiszabecsi általános iskola. Ez a tornaterem ad menedéket azok számára, akiknek nem volt más választásuk és el kellett menekülniük otthonukból, akár egy életmunkáját hátrahagyva. Szinte kézről kézre adják egymásnak a kilincset a matracokkal körberakott tornateremben. Van, aki néhány órára pihen le, másnak pedig már napok óta ez az otthona. A feszültség és a szomorúság szinte tapintható. Jelenleg 52 főnek van lehetősége álomra hajtani a fejét az átmeneti szálláson. Ez pedig már néhány kilométerrel arrébb lévő határátkelőhely, ahol folyamatos a forgalom. A szerencsésebbek autóval kelnek át, de rengetegen érkeznek gyalog. Őket buszok viszik a melegedőbe. Az összefogás példaértékű, ugyanis az önkéntesek szinte reggeltől estig kint állnak a hidegben, hogy élelemmel, tisztálkodási szerekkel segítsék azokat a családokat, akik kénytelenek voltak korábbi életüket hátrahagyva az ismeretlennek nekivágni. Mesélnek dolgokat, tehát azt, hogy otthon kellett hagyni a beteg nagymamát, ugye nagyon félnek ettől az új helyzettől, hogy ugye itt menedéket találnak Magyarországon, de a nagymama otthon maradt, félszívükkel ők is otthon lennének, és ez egy borzasztó nehéz helyzet. Az édesanyák azt mondják, a gyerekeik tisztában vannak azzal, hogy az életükért kellett elmenekülniük. Most mindannyian úgy érzik, biztonságban vannak. Tudjuk, hogy átléptük a határt, itt már minket várnak, úgyhogy itt már nyugodtan alszunk, itt már nem félünk. A másik fazik is ilyen pótlás lesz, és aki el még, akkor csinálunk. Az iskolai melegedőben nincsenek éhes szájak. A szakácsok péksüteményeket, szendvicseket és meleg ételeket osztogatnak a hosszú útról betérőknek. Fülöp Józsefné, a tiszabecsi iskola főszakácsa, immár 36 éve, most nem csak a gyerekeknek főz. 800 liter leves főtle máma, gulyás leves főtle, diós tészta még hozzá az öregeknek, meg szendvicsek, meg kávé, meg teja, meg amit kérnek, mi most mindent megcsinálunk. A főszakács azt mondja, az egész települést megrázták a történtek, ezért összefogtak és segítenek, ahol csak tudnak. A férjek ott maradnak, a gyermekei ott marad, ugye 18-tól 60 évesig, és jönnek a kisgyermekes anyukák, szülők, és ez borzalmas, hogy egyedül, férfi nélkül. Mind az önkéntesek, mind pedig az Ukrajnából menekülők bíznak abban, hogy hamarosan véget ér ez a rémálom, és talán biztonságban térhetnek vissza a hátrahagyott otthonaikba.